Gondoltam azok számára, akik szeretnék megtartani a Hua ünnepeit 2017-ben. Megpróbálom megosztani azt a naptárt, melyet mi követünk, és tisztában vagyok azzal, hogy számtalan verzió van. Mindenki eldönti magának, hogy melyik az, ami számára szimpatikus, melyik az, amelyiket ő követni fogja, vagy követni szeretné, illetve hogy a ruák merre vezérli, és melyik az, ami szerint a legmegfelelőbb neki. Én pontosan ezért osztom meg azt, amelyiket mi használunk. Akit érdekel a naptár története, annak ajánlom figyelmébe az ünnepek lejátszási listában található videókat, és akkor azokból kiderül nagyjából, hogy miért is ez a naptár, illetve hogyan is működik, és mi a története. Ezekben a videókban arra szeretnék csak fókuszálni, amilyen ünnepek közelegnek szeptemberben, illetve októberben. Jom Teruah után a következő az ünnepek során Jom Kippur, az engesztelés napja, ez pedig 7. hónap 10-e, ami a Gregorián naptár szerint szeptember 29-e lesz. Attól függően, hogy valaki a napot éjszaka vagy reggel kezdi, attól függően 28 estétől 29 estéig, vagy 29 reggeltől 30 reggelig. Ez mindenkire rá van bízva. Közben természetesen a szombatnapok, azok az ez szerint a naptár szerint szombatra esnek, ezek ugyanúgy megmaradnak. Mind a kürzengés ünnepe, mind az engesztelés napja Sabbatnak számítanak, és ugyanolyan rend szerint tartja az ember, mint egy szombatnapot. Meg fogjuk nézni azt, hogy 3 Mózes 23-ban mi az, amit olvasunk az engesztelés napjáról, és azután még néhány egyéb verse. Hua Ikra 23-as fejezet 26-tól 28-ig így szól, szóla ismét Jahua Mosénak mondván. Ugyanennek a 7. hónapnak 10-én az engesztelés napja van. Ez ugye, amiről az előbb beszéltem, szeptember 29, az idén szent gyülekezéstek legyen, néktek is sanyargassátok meg magatokat, tűzáldozattal áldozatok Jahuának, semmi dolgot ne végezzetek azon a napon, mert engesztelésnek napja az, hogy engesztelés legyen érettetek Jahua előtt, a ti hatalmasságotok előtt. Ez egy újabb, az előző részben megtárgyaltuk, ez egy újabb ünnep, melynek jelentősége van, arra nézve, hogy hogyan is bontakozik ki majd az utolsó időkben a profécia, mint minden más ünnepnek ennek is megvan a saját funkciója. Ez ugye az engesztelésnek a napja, ezért találta ki. Meg fogjuk nézni azt, hogy mit jelent maga az engesztelés szó, illetve az, hogy sanyargassátok meg magatokat. Szó engesztelés. Strong's H3725. Kiparim, Kiparim, mely szó szerint azt jelenti, hogy engesztelés, legalábbis az írás ilyen értelemben használja. Egyébként a Strong's definíció szerint vezeklést jelent, vagy pedig engesztelést, illetve a Héber Kádusi lexikon szintén engesztelésképpen, vagy pedig megváltásként fordítja. Ha visszatérünk a szótőhöz, akkor megtaláljuk Strong's H3722 Kafer Kafer igét, melynek jelentése engesztelni, megtisztítani valamit, vagy valakit, vagy pedig megbocsájtani, eltisztítani, és visszaengedni, vagy pedig megbékélni valakivel. Ilyen értelemben használja az írás is. Érdekes az, hogy azt a kifejezést jellemzi, hogy eltakarni valamit. Azaz eltakarni a bűneit az embernek, megtisztítani, engesztelést végezni, megbocsájtani, megbékélni valakivel, vagy pedig letakarni valakit. Hogyha megnézzük a Strong's definíciót, akkor azt látjuk, hogy ez takarni. Annyit tesz a szó elsődleges jelentése,
takarni, valamit betakarni, vagy vezekelni, vagy pedig megbocsátani, eltörölni valamit. Illetve ezeknek variációi, hogyha megnézzük a héber kádensi lexikont, az elsőleges jelentés az, hogy takarni vagy betakarni valamit. Maga a szó kipur egy kaf, pej, illetve egy res karakterből áll, és hogyha megvizsgáljuk azt, hogy mit jelenthet ez a három karakter, akkor persze mindenkire rábízom, én elmondom azt, hogy szerintem mi a jelentése. Kaf az egy nyitott tenyeret ábrázol, és ezt jelképezi bármit, ami meghajol, vagy megengedett, vagy nyitott, vagy megszelidíteni valamit, vagy ellenőrzés alá vonni, de jelképezi Yahusha a megváltónak a munkásságát is. Ez kaf. Ha megnézzük a pej, az egy száj, egy nyitott száj, ami annyit tesz, mint beszélni, dicsérni, vagy pedig fújni. És a res pedig az embernek a feje, ami a gondolatait jelenti, vagy pedig egy vezetőt jelent. Ha összerakjuk, akkor az is jelentheti, hogy ugye a nyitott tenyér jelképezi azt, hogy megszelidíteni valamit, vagy uralom alá tenni, hajtani valamit, ami a száj tulajdonképpen, amit az ember megszelidít, illetve uralkodik rajta, és ezáltal a gondolatain segít, vagy a gondolatait rendszerezi, vagy pedig vezetőt választ. Úgyhogy ez, ami a kipor, amennyiben az ember képes uralkodni a száján, akkor közelebb kerülhet a vezetőhöz, vagy pedig a gondolatait rendszerezheti. Ugye ez a kaf, pej, és a res, kipur. Következő szó, amit meg fogunk nézni, az pedig az aná szó, mely a magyarban úgy lett lefordítva, hogy sanyargassátok meg magatokat. Ez pedig ugye aná, vagy Strong's H 6031. Aná. Aná. Mely az írás során úgy van használva, mint hogy lefoglalni, hogy valamivel el van foglalva az ember, lefoglalni valamivel, vagy valamivel foglalatoskodni, illetve ezután, hogy sanyargatni, vagy elnyomni valakit, vagy pedig megalázkodni, leborulni valami előtt. Bárki, aki megalázkodik, vagy lehajtja a fejét, illetve leborul valaki előtt, mindenki, aki alázatossá válik, az ez a szó. Megalázni elsősorban ez a jelentése. Inkább, mint az, hogy sanyargat. Ha megnézzük a Strong's definíciót, akkor az elsődleges jelentése az, hogy lefele nézni, vagy megalázni az embernek magát, megalázkodni inkább ebben az értelemben. Ugyanakkor meggyengíteni valakinek magát, megtisztítani, megfegyelmezni magát, vagy pedig gyengíti válni, megalázkodni, de érdekes módon az is szerepel itt, hogy megzabolázni valakinek magát, vagy megszelidíteni magát, úgy, ahogy láthattuk a kipur szó esetében, aki megszelidíti a nyelvét, illetve a gondolatait, vagy aki megszelidíti a nyelvét, az tudja a gondolatait rendezni. Ugyanerre utal az a ná szó. Szóval nem annyira a sanyargatás vagy a böjt a jelentése, hanem inkább az, hogy az ember megalázkodik, és ezen a napon megszelidíti magát, és engesztelést nyer ezáltal a teremtőtől. A héber kádensi lexikonban a szó elsődleges jelentése az, hogy foglalatoskodni valamivel, elfoglalja magát az ember valamivel, és ebbe belemerül ebbe a dologba. Másodszorban azt jelenti, hogy elnyomott, vagy pedig sanyargatott,
és ez a másodlagos jelentése. De ha tovább menjünk, látjuk azt, hogy megszelidíti magát valaki, vagy pedig megalázkodik. A szó maga három karakterből áll, a yin, nun és a hei. Nézzük meg, hogy mit jelenthetnek ezek. Az a yinról már volt szó korábban, és ez egy szemet ábrázol, ami annyit jelent, hogy látni valamit, vagy pedig tudni valamit, érteni valamit. A nun az a mag, ami az életet jelenti, vagy a folytonosságot jelenti, az utódokat jelenti, egy magot jelent tulajdonképpen. A hei pedig egy jelenést jelent, vagy pedig lélegzetvételt, vagy sóhajt. És egy ember a felfele tartott kezével, ez a hei, ugye maga a mag, az a nun és a szem, pedig az ain. Úgyhogy annyit jelenthet, amennyiben összerakjuk, ugye, hogy meg az alázatosságról, illetve arról, aki megszelidíti magát, ebből kiindulva, hogy aki, hogy megérti az az ember az életet, vagy a folytonosságot ezeken a felfedéseken, jelenéseken keresztül, vagy megértheti azokat a jelenéseket, melyeket az életben lát, tapasztal, és a folytonossággal az élettel kapcsolatban az, aki így viselkedik. Nagyon sokan arra használják fel ezt a napot, hogy böjtöljenek, és ugye egész nap ne egyenek, ne igyanak, ami egy módja magának annak, hogy az ember megalázkodjék, vagy pedig megszelidítse magát, vagy önuralmat tanúsítson. Ezen kívül azonban vannak más lehetőségek is, és egyértelműen az nincs kifejezve, hogy valakinek böjtölnie kellene ezen a napon. Sokkal inkább az alázat, az önuralom, az, hogy megalázkodjon az ember, leboruljon az ember a teremtő előtt, és vele foglalkozz ezen a napon, illetve megkeresse azokat a dolgokat, amelyekért neki engesztelést kell kérnie, melyeket elkövetett. Erről szól maga az engesztelés napja nyilván. Nagyszerűen bemutatja az engesztelés napját a Ikra 16-os fejezet, és nézzük meg, hogy mi is az, ami történik ebben. Ugye ez az engesztelés napján történik ez a jelenet, és így szól a hármas vers. Ezzel menjen be Áron a szent helyre, egy fiatal tulokkal, bűnért való áldozatul, és egy kossal égő áldozatul. Ugye bemegy a szent helyre ezekkel az állatokkal, 5. vers, Izrael fiainak gyülekezetéből pedig vegyen át 2 kecskabakot, bűnért való áldozatul, és egy kóst egészen égő áldozatul. 6. vers, áldozza meg Áron a bűnért való áldozati tulkot, amely az övé, és végezzen engesztelést magáért és háza népéért. Először Áron saját magáért kell, hogy engesztelést végezze. Azt gondolom nem újdonság senkinek, hogy mindig volt egy főpap, aki ezt végezte. Az ember soha nem tudott személyesen, közvetlenül Jahua elé járulni. Úgyhogy ez most sincs másképp. Ma Jahusha HaMashiach a megváltó az, aki közben jár. Ő az, aki a mi főpapunk Áron, az ő képe, vagy az ő árnyéka az úgynevezett Ószövetségben, és ezt a feladatot látja el. Ezért kell saját magáért engesztelést végezni, és a háza népért, ugyanúgy, ahogy a megváltó engesztelést végzett magáért, azzal, ahogyan élt és meghalt, és a háza népért, azaz Jahudáért és Izrael népért. Így láthatjuk azt, amikor írja, hogy a könyvtekercsben írva van rólam, erről beszél, az egész könyv őróla szól, Jahusha HaMashiachra. Azonban ezzel nincs vége. 7. vers, azután vegye elő a 2 kecskebakot, és állassa azokat Jahua elé a gyülekezet sátorának nyílásához, azaz a sátor elé. 8. vers, és vessen sorsot Áron a 2 bakra, egyik sorsot Jahuáért, másik sorsot Azazelért. Azaz 2 bakból kiválasztja az egyiket véletlenszerűen. Az egyiket Jahuának fogja áldozni, a másikat viszont majd meglátjuk, hogy mi is történik Azazelért,
Mit is jelent az, hogy Azazel ért? Azazel. Strong's age 5799. Azazel. Azazel. Jelentése bűnbak. Szó szerint ennyit jelent. Az írás pedig olyan értelemben használja, hogy teljes mértékben eltüntetni vagy megszabadulni valamitől. De természetesen ez maga az áldozati kecskére utal, és bűnbakot jelent szó szerint. Egyedül ennél az ünnepnél jelenik meg. És a jelentése egyébként a héber kádosi lexikon szerint is annyit jelent, mint eltávolítani valamit, vagy elválni valamitől. Úgyhogy ez az ünnep maga, ezt kellene, hogy jelképezze mindenki számára. Elfordulni, elválni a bűntől, és elküldeni a bűnt egy másik irányba, míg mi Jahua elé járulunk. Azt láthatjuk itt is, hogy két szóból tevődik össze, ez a zél, ez a két szó, az egyik azt jelenti, hogy kecske, a másik pedig az, hogy elválni, elküldeni valamit, úgyhogy így tevődik össze, az a zél, az az a bűnbak, hogy van egy kecske, amelyiktől megválunk, vagy elválunk tőle. 9-es versben így folytat, és áldozza meg Áron a bakot, melyet Jahuáért való sors esett, melyre, és készítse el azt bűnért való áldozatul. Ugye áldozatot hoz a bűnükért, az egész közösség bűnért, míg először saját magáért és az ő házáért, most ezzel a bakkal az egész Israel, vagyis Izrael bűneiért, az egész nép bűneiért, azt a bakot pedig, melyre Azazelért való sorseset, azaz a bűnbakot, állassa elevenen Jahua elé, hogy engesztelés legyen általa, azaz rátétetik a bűn, ahogyan a Mesiákra rátétetett a bűn. Természetesen a Mesiák mindkét baknak a képe, egyrészt ugye rátétetik a bűn, mint ahogy Azazelre, a bűnbakra, hogy elküldje azt Azazelnek a pusztába, hogy elküldje őt a pusztába, hogy megszabaduljon a bűntől, és ugyanakkor meg is halt a közösségért, és mindkét bak az ő képe, ahogyan arról beszél a zsidókhoz írt levél szerzője, amikor azt mondja, hogy ezek az áldozatok nem voltak képesek a bűnöket megállítani, és valami jónak az árnyékai voltak, ez a jó pedig a Mesiák, amely képes volt a bűnöket eltörölni, nem csak elfedni, ahogy olvastuk, ez ugye elfedni valamit, míg a Mesiák eltörölte a bűnöket, és utána megtanította az embereket, hogyan kell élni. Ezért ezek az áldozatok valami jónak, jövőbeni jónak a képei voltak. Nem a törvény volt a jó képe, hanem maga az áldozat. Ez pedig a 10-es fejezet, mint hogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg. Árnyéka, Jehusák másják, árnyéka volt benne ezekben a dolgokban. Nem maga Jehusák másják képe. Ezek az áldozatok voltak, tanították volna meg az embereket arra, hogy hogyan is kellene élni. Ez nem eltünteti a törvényt, hanem megtanított volna a törvény betartására, hiszen az áldozattal láthatóvá vált volna, hogy mi a következménye a bűnnek, azokban az emberek sem akkor, sem most nem értik meg, hogy a bűnnek a zsoldja az halál, ahogyan Saul írja, és sem azok az áldozatok, sem Siák áldozata nem elég a legtöbbünk számára, hogy megértse ezt. Azonban erre tanítottak volna. Így folytatódik. Ennél fogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szüntelenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat. Erről olvasunk itt, ugye esztendőnként az engesztelés napján folyamatosan viszik oda, de nem képes tökéletességre juttatni, hiszen az állatvére nem olyan értékes és nem olyan tökéletes, mint ugye az emberi, a Husák másiak pedig az embernek fia. Úgyhogy, hiszen különben második vers megszűnt volna az áldozás, mivel hogy az egyszer megtisztult áldozók többé semmi nevű bűntudattal nem bírtak volna. Az emberek nem követtek volna el újra bűnöket, de azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek. Ezek azonban
annak a jele, hogy az emberek folyamatosan bűnöket követtek el ezután is, hiszen nem voltak hajlandóak megérteni, és nem tanulták meg azt, amire ezek tanították volna őket. Ez volt az a tanító. Nem a Tora volt a tanító, hanem az áldozati törvény tanított volna pontosan, hogy az instrukciókra, a parancsolatokra, a Torára. Erről beszél a zsidókhoz írója. De erről beszél mindvégig Saul szintén. Soha nem arról, hogy a törvényt kellene eltörölni. Ezután olvashatjuk, hogy pontosan hogyan is hajtja végre ezt a rituálét Áron saját magáért, aztán pedig hogyan hajtja végre ugyanezt a népért. Így engesztelést szerez Izraelnek és az összes ott lakónak. Azután pedig nézzük, hogy hogyan is folytatódik. Hiszen ez az érdekesebb része. 21-es vers, és tegye Aharon mind a két kezét az élő baknak fejére, ez ugye az a bűnbak. Visszatértünk arra. És vallja meg felette Izrael fiainak minden hamisságát és minden vétkét, mindenféle bűneit. Ugyanúgy, ahogy a Mesiák magára vette akkor Izrael bűneit és az egész világ bűneit, és magával vitte a karóra, és ott aztán meghalt, ugyanúgy ez a bak is magára veszi a bűneket, és elviszi a pusztába, és rakja azokat a baknak fejére, aztán küldje el az arra való emberrel a pusztába, hogy vigye el magán a bak mindenő hamisságukat kietlen földre, hogy bocsássa el a bakot a pusztában. Azaz, ez a bak az, ami megszabadítja a közösséget a bűnöktől, ugyanúgy, ahogy a Mesiák megszabadított mindannyiunkat a bűntől, az addig elkövetett bűntől, nem a jövendőbeli bűntől, hiszen a következő évben ezeknek az embereknek újra kellett csinálni. Azaz, az nem azt jelenti, hogy nem tud az ember bűnt elkövetni, vagy hogy elkövethet bűnt. Az annyit tesz, hogy az, ami bűn elkövetett az ember addig tudatlanságában, azokat magára vette és elvitte. Ezután az embernek azonban meg kellett volna tanulnia, de ahogyan akkor nem tanulta meg, a legtöbben most sem hajlandók ezt megérteni. Ezután leírja egészen a 29-es versig, hogy hogyan tisztuljanak meg azok, akik részt vettek, Aharon, illetve aki elkísérte a bakot a pusztába. 29-es így szól. Örökkévaló rendtartás legyen ez nálatok a 7. hónapban, a hónap 10-én sanyargassátok meg magatokat. Ugye megnéztük, hogy mit jelent a sanyargassátok meg. És semmi munkát ne végezzetek, se a benszülött, azaz Izrael, se a közöttetek tartózkodó jövevény. Akkor ezek szerint ezek a törvények nem csak a zsidókra vonatkoztak, hanem mindenkire, aki úgy akart élni. Aki nem úgy akart élni, az nem volt tagja a közösségnek. Ez a közösség kapta meg a törvényeket. Ezen kívül a közösségen kívül kevés ember volt, akik próbált a törvények szerint élni, hiszen nem tudták. Hiszen ekkor még mind Moshe, mind Aaron itt volt. Tehát ennek a közösségnek adták a törvényeket. Aki csatlakozni akart hozzájuk, mint jövevény, az ebben a közösségben élt. Annak ez egy örökkévaló rendtartás. Ez nem a zsidóknak adatot, vagy mit tudom én kinek, ez mindenkire vonatkozott. És hogy miért? 30-as, mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket minden bűnötöktől megtisztultak Jehua előtt. Szombatok szombatja ez néktek, sanyargassátok meg azért magatokat, vagy alászkodjatok meg, örökkévaló rendtartás ez. Akkor ezek szerint ez egy örökkévaló rendtartás, mely mindenkire vonatkozik. Ekkor szabadul meg az ember az egy éves bűneitől, melyeket tudatlanságában vagy gyengeségében elkövetett. Nem azokat, amelyeket nem volt hajlandó betartani azért, mert megkeményítette a szívét vagy a nyakát, hanem azokat, amiket nem tudott vagy gyengesége miatt elkövetett. Erre való az engesztelés napja. Kürzengéssel összehívja az embereit, az engesztelés napján megbocsát nekik, és a sátrak ünnepén megünneplik mindezt. A 7. év ezrednek a képe az összes ünnep. 32-es, és végezzen engesztelés a pap, akit felkennek, és akit az ő tisztére felavatnak, hogy paposkodjék az ő atya helyett, öltözék gyolcs ruhába és szent ruhákba. Ki ez a pap, aki engesztelést végez most, akit felkentek és felavattak, és aki
gyógy ruhába és szent ruhákba öltözött. Yahusha HaMashiach, ő az, aki most Elohim jobbján van, és mint főpap közben jár a mi bűneinkért. Márk 14-es fejezet erről ír, a 62-es vers, Yahusha pedig mondta, én vagyok, és meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, eljönni az ég felhőivel. Ő az, aki engesztelést végez, ő az, akit felkentek, akit felavattak, és aki közben jár a mi bűneinkért. De apostolok cselekedetei 7-es fejezetben szintén erről olvashatunk 55-56, mivel pedig teljes vala a lélekkel, ez ugye István, a mennybe függesztvén szemeit, látá Elohimnek dicsőségét, és Jehusát állani Elohimnek jobbja felől, és mondta, ímé látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát Elohim jobbja felől állani, ahogyan azt megmondta Márk nál Jehusa. És végezetül Avri 8-as fejezet, fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség király székének jobbjára üle, mint a szent helynek, és ama igazi sátornak szolgálja, ugye Aharon volt a földi sátornak a szolgája, ami a jövőbeli dolgoknak az árnyéka, ez azonban az igazi sátornak a szolgája, melyet Jahua és nem ember építette. Úgyhogy ennek a képe volt az, amit olvashattunk itt Vaikra 16-os fejezetben. És így folytatok, és végezzen engesztelést a szentek szentjét és a gyülekezet sátoráért, és az oltárért is végezzen engesztelést, sőt a papokért, az egész összegyülekezett népért engesztelést végezzen. Mindenkiért ő végez engesztelést, akár benszülött, akár jövevény, ugyanúgy, ahogy Jahusa teszi azt most. Azonban ez nem azt jelenti, hogy az emberek csak úgy egyszerűen azt csinálnak, amit akarnak, és aztán majd várják, hogy jövőre újra minden rendbe jöjjön. Ő az, aki mindenkiért engesztelést végez, mindazokért a bűnökért, melyeket tudatlanságban vagy gyengeségben elkövetnek az emberek. 34. Örökkévaló rendtartás legyen ez nálatok, hogy egyszer egy esztendőben engesztelést végezzenek Izrael fiainak minden bűnért, és úgy cselekedik, amit megparancsolta vala Jahua Mosénak. Még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, ez szintén Vaikra, ez 25-ös fejezet, ez pedig ugye a jubileumról szól, a jubáról, a jubá esztendőről, vagy évről, és ez így szól, 8-as vers számlája, aztán 7 szombat esztendőt, azaz 7x7 esztendőt, 49. 7x7 esztendőt úgy, hogy a 7 szombat esztendőnek ideje 49 esztendő legyen. Ugye elkezdődik, mint a 7 első naptól a 7-ig, és a 7-dik az egy sabát nap, egy sabát év, amikor ugye senki nem dolgozik szintén, utána lesz ugyanebből 7x7 év, azaz 49, és az 50-edikben eljön az, amiről itt beszél, ez a jubál, vagyis a jubileum esztendő. Akkor fúvasd meg a riadókürtöt a 7. hónapban, a hónap 10-én. Az engesztelés napján fúvasd meg a kürtöt a ti egész földeteken. Azaz ez az a nap, amikor is mi történik? 10. vers, szentejétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek szabadságot a földön, annak minden lakójának, kürtölés legyen az néktek, kapja vissza kiki az ő birtokát, és térjen vissza kiki az ő nemzetségéhez. Akkor amennyiben mind Izrael népe és azok, akik ebben a szövetségben akarnak élni és így járnak, visszatérnek ahhoz, aki birtokolja őket, az pedig Jahua, hiszen vele kötöttek szövetséget, akkor az engesztelés napja lesz az, amikor ő vissza fog térni a népéért az idők végén, hogy mindenkit visszahívjon oda, ahova mindenki való. Az, aki úgy él, az hozzátér vissza, az, aki nem, az pedig oda, ahova való. Azonban ez a 7. hónap 10-én fog bekövetkezni. Az, hogy melyik évben, az természetesen nem tudja senki, azonban az nem jelenti azt, hogy nem tudjuk az időszakot. Erről ír Saul a Tesszalonikaiakhoz írt első levelében, az 5. fejezetben, mely így szól, az időkről és az időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Milyen időkről és milyen időszakokról, azokról, amiket az ember ha követ, akkor mi történik?
mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy Jahuának napja úgy jön, mint tolvaj az éjjel, hiszen amennyiben követitek, tudjátok pontosan, hogy mi az, ami történni fog, és hogyan fog lezajlani. Mert amikor ezt mondják békesség és biztonság, mint ma szinte mindenki, mármint a politikában, erről beszél, hogy béke és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom, a terhes asszony, és semmiképpen meg nem menekednek. Az idők és az időszakok azokat azok értik, és azok tudják, azok értik meg azt, hogy úgy jön el, mint a tolvaj az éjjel, akik követik ezt, mert azok fel vannak készülve, tisztában vannak azzal, hogy mit jelentenek ezek az ünnepek, és aszerint is élnek. Olvastuk az előbb, hogy mindenki, minden visszatér a tulajdonosához. Ugyanezt olvassuk Matiahu 24-es fejezetben, 30-31, és akkor feltetszik az ember fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. 31. És elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. Az ő választottait, azokat, akik az övék, akik a jubál vagy jubileum esztendőben, a hetedik hónap tizedik napján minden visszatér ahhoz, aki a jogos tulajdonosa. Ő jön vissza azokért, akik az ő tulajdonai. Egy jel az égen, illetve a trombita szóval gyűjti össze ezeket. A hetedik hónap tizedik napján, az, hogy melyik évben, természetesen nem tudjuk, azt azonban tudjuk, hogy nem sok idő van hátra. Ugyanerről is Saul Tesszalonikaihoz írt első levelének negyedik fejezetben, 16-17, így szól, mert maga Jahu a riadóval, arkangyal szózatával és igaz harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak volt Mesiákban, aztán mi, akik élünk, akik megmaradunk, azok az emberek, akik élnek még az utolsó időkben, mikor visszatér, amiről olvashattunk az előbb Matiahuban, hogy visszatér a harsona szóval, akik megmaradunk, elragadtattunk azokkal együtt a felhőkön, Jahua elébe, a levegőbe, és eképpen mindenkor Jahuával lesz. Végezetül nézzük meg Saul levelét, a korintusiakhoz írt első levelének 15-ös fejezet 51-53. Ímé titkot mondok néktek, mindnyájan ugyan nem alszunk el, ugyanúgy, ahogy írta a tesszalonikaiaknak, mindenki nem fog elaludni, úgymond nem hal meg, de mindnyájan elváltozunk. Mindenki, aki Mesiákban van, aki úgy élt, az mind elváltozik. Mikor? Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra. Mert trombita fog szólni, és halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. A halottak feltámadnak, az élők csatlakoznak hozzájuk, és ez az utolsó trombita szó, ami az utolsó, a szombatok szombatja, az engesztelés napja, az utolsó nagy nap, amikor még emberiség van a Föld. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Ez mind-mind kapcsolódik az engesztelés napjához és Jahua ünnepeihez. Mindazok, akik azt mondják, hogy ők a Mesiák, vagy Jézus Krisztus követői, azoknak szembesülni kell azzal a ténnyel, hogy amennyiben mi követünk valakit, nem élhetünk másképp, nem tehetünk, gondolkodhatunk, vagy beszélhetünk másképp, mint az a személy vagy karakter, akit mi állítólag követünk. Különben nem követjük. A mintát csak akkor lehet követni, ha úgy cselekszünk, ahogyan ő cselekedett. Mindazok, akik azt mondják, hogy ők követik a megváltót, úgy kell cselekedniük. Annak ellenére, hogy mi az, amit a világ mond, mi az, amit a legtöbb ember hisz, mi az, amit ez mond, vagy én gondolok, vagy én érzek. És amennyiben így gondolkodunk és így élünk, akkor fogunk eljutni oda, ahova mindannyian szeretnénk, az pedig a királyság. Remélem, hogy hasznosnak találtátok, és mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!